Itthon vannak a Szeúzó kincsek, illetve az összes ismert darabja, és itt van velünk Dézsi Zoltán, az a fiatalember kollégánk, aki, na látod, már is így mutatlak be, jó reggelt kívánok, aki az életének egy jelentős részét gyakorlatilag a kutatásra tette. A tegnap, amikor meghallottad azt a hírt, hogy a miniszterelnök valamit bejelent, akkor te már tudtad, vagy még nem tudtad, illetve a bejelentés pillanatában azt mondtad, hogy igen. Hát már korábban is nyilvánvaló volt számomra, hogy ezeket a kincseket az ország visszaszerzi, tehát ez egyáltalán nem volt nekem meglepetés. Akkor, amikor megér, igen. Meg csak ezt a szót, hogy visszaszerzi. Lehet, hogy ebben egy kicsit túl feminin vagyok, de ez a tesztoszteronnal, agresszióval teli szó, hogy visszaszerezzük, ez mintha nem lenne legitim. Tehát mi ezt visszavásároltuk és visszakaptuk. Miért mondja mindenki azt? Miért ezt az igét használja, hogy visszaszereztük, mintha ezt az FBI-nak kellett volna kikaparintani egy bűnöző kezéből? Hát azért, mert nem vásároltuk meg. Ez a miénk volt mindig, ami az emberi... Költöttünk rá 8,6 milliárd forintot, helyes, ami nem az ára. Helyes, valóban. Nagyon helyes, ez felbecsületetlen dolog. Ez egy fontos, hogy leszögezzük, ami a miénk, azért nem adunk, nem, azt nem kell már visszavásárolnunk. De nekünk odaadták, akkor, nem kellett kikaparni a kezéből. Kellett. Igen? A rendszerváltás köszönöm szépen, óta erre vonatkozott a kérdésem. Minden kormány, és ez nagyon fontos, ez a... közös az egészben. Minden kormány mindent megtett, hogy visszaszerezzük. Aha. Én ennél a szónál maradnék. Oké, akkor már értem. Visszaszerezzük, nem nagyon akarták adni, pereltünk, küzdöttünk. Gyakorlatilag a rendszerváltás óta folyik rendőrségi nyomozás az ügyben. Tehát hogy miért halt meg az a Sümeg József fiatal ember, aki megtalálta ezt, majd eldicsekedett vele, majd felakasztva megtalálták egy garázsban, aztán úgy vélelmezik sokan, hogy ez nem olyan gyilkosság volt, hanem gyilkosság, és akkori korra, hogy a mai híreket megpróbáljuk gyakorlatilag párhuzamba állítani, azt állítják, hogy amikor bementek hozzá, akkor 40-et láttak. Sokan azt mondják, 248, ez egy exakt szám, 248 darabos a Szeúzó kincs. Most 14-ről tudunk. Egészen pontosan akkor most hány darabos ez a bizonyos Szeúzó kincs készlet? Hát, a számok azért különbözőek, mert annak idején, amikor Sümeg József portáján mutogatta kollégáinak, gyűjtőtársainak, barátainak a 70-es évek második felében, azért gondoljunk bele, egy kis településen átszól a Józsinak, Bélának, jönnek, és kb. 45-öt láttak, 40, ebben megegyeznek. Ugye arról az amatőr régészről van szó, csak meg ezt nem mondtuk el, aki először kutatta katona, fel. Így van, aki azért mert dolgozni magához, a bányába is azért mert dolgozni érettségivel, fizikai munkásnak, hogy ha jön egy új tárgy, akkor hozzáviszik, és ez így is történt. Hát ott mindenki gyűjt, egész polgárd és környéken, mindenki római kori kincsekből így föl van készülve, pontosan tudják, hogy mi micsoda, hát ez olyan, mint Makóna. De és visszatérve a számokhoz, amit Rütko kérdezett. Igen. A többi az úgy jön össze, hogy hány darabos? Hát 250 az egyébként egy megalapozott becslés, ugyanis amikor fölkínálták az angoloknak, illetve a gyűjtőknek Nyugat-Európában, akkor még volt egy ajánlat egy arab kereskedőnek, aki mondjuk fogalmazunk így, hogy kereskedő, hogy még tud 200 valahány tárgyat, még be tudna szerezni, de ezzel az ajánlattal a vevők nem éltek. Tehát úgymond az alvilági műkincskereskedelmi körökből lehetett ezt tudni, hogy még van ebből, tehát üzenték. Igaz az a legenda, hogy Sümeg József vagy körei barátai az ecseri piacon, igen, értékesítették a Szeúzó kincsek egy részét? Igen, hát gondoljunk bele, pangó, szocializmus, Hollert, nem volt másodlagos kereskedelem, volt a báv, és akkor volt a cserebere. És az ecseri, hát oda vitte ki mindenki. Nem fizetett volna még a báv is többet? Hát nem láttak a bávban se ilyet, tehát sehol. Ez egy annyira egyedi darab, római kori tárgyak nincsenek, mert vagy beolvasztották őket, és lett belőle más ezüst, vagy pedig múzeumokban vannak, de rómaikor nincs. Zoltán, elképzelhető, hogy van olyan Szeúzó kincs valakinek a birtokában Magyarországon, aki nem is tudja, hogy ő a Szeúzó kincs birtokosa? Bizonyosan. Akár egy padláson, vagy pedig ott van a polcon, nem tudja, mert nem kell már ilyen nagy tárgyakra gondolni. Vannak kisebb eszközök, ezek evőeszközök, és ugyanúgy, mint egy bécsi étkészlet, lehet tudni, hogy annak is van kiskanál, nagykanál, desszert. Most a nézőnek biztos az a kérdése, hogy akkor most mi a teendőm ezzel így a kanállal? Van, mert szerintem most az, hogy egy nyilvánosságot erre kihasználunk, az lehet hasznos is. Tehát elképzelhető, hogy most, aki látja ezt a beszélgetést, menjen oda a családi ezüsthöz, húzza ki azt a bizonyos sublótot, és nézze meg azt, hogy milyen van. Igen, nézze meg, igen. Egyébként a legfontosabb ebben a történetben a nyilvánosság. Ha nincs nyilvánosság, akkor a kormányok sem érzik azt, hogy ez fontos dolog. De rájöttek, és ez aki ebben a munkában az elmúlt 20-valány évvel részt vett, hogy ez miért fontos. Megfogja az embereket,
közös ügy iránt fogja meg, azon kívül... Legenda lett belőle. Várjatok, azért nekem itt van még egy anyagi kérdésem a családi ezüsttel kapcsolatban. Elhangzott, hogy ezek felbecsülhetetlen értékű igen. kincsek, nincsen ára, mi sem fizettünk érte, nekünk ez jár. Aki kihúzza 13,2 milliárd. És most ki, szerinted mi lesz itt most fél perc múlva? De hova megy a dologgal? Benyújtja, beszolgáltatja, megköszöni az állampolgári lehetőséget, hogy 0 forintért odaadhatja az újabb szeúzó kincset, vagy elmegy a fekete piacra? Vagy Lord Northampton. A fekete piacra nem menjen, mert annak nem lesz jó vége, mindebben a történetben is tudjuk. A Lordhoz már nem kell mennie, ő nem akar ilyen tárgyakkal foglalkozni. Neki éppen elég volt, hogy több mint 20 éven keresztül nagyon rosszul csengett a neve, vagy lopott, rabolt kincsel. Kereskedett. 13 milliárdért sokan elviselik, hogy rosszul cseng a neve egy másik országban. Én úgy gondolom, hogy azért Angliában nem megy ez a dolog, tehát tőle mindig megkérdezték, de mondd, nálad van még az a tudod, ami miatt sok embert megölt? A szajré. Neki is ez egy úgymond egy nagyon jó megváltás volt, hogy ettől a kollekciótól megszabadult, és mondhatja azt, hogy ő a megegyezést mindig is kereste. Az, hogy neki voltak és lehettek költségei, az bizonyos, ugyanis őt kötelezték arra, hogy őrizze meg, és vigyázzon rá. És most eladhatatlan lett gyakorlatilag a termék. Így van. Igen, ez a médiának köszönhető, hogy olyan híre ment, hogy senki nem volt, aki megmerte volna venni. Egyébként voltak ilyen igaz legendák, hogy egy dúsgazdag arab megvette volna, hogy amikor jönnek a vendégek, akkor ne az erendiből, hanem abból a szeúzóból hozzák a gyümölcsöt meg. Szóval ilyen tréfás történetek, ez egy film. A beszélgetésünk véget ért, egy nagyon rövid válaszra van csak időnk. Mennyi lehet az a 14-hez képest az a maximum, amikor úgy gondolod, hogy majd évek, évtizedek múlva Magyarország azt mondja, hogy itthon vannak a szeúzó kincsek. Mennyi lehet az a teljes dolog? Van-e még itthon szeúzó kincs? Megszerezhető-e külföldről? Az ismert szeúzó tárgyak itthon vannak, tehát ezt tudjuk, hogy 14 plusz 1, aztán a quadripusz. Én úgy gondolom, hogy lapangnak még tárgyak, és elő is kerülhetnek, talán egy becsületes megtaláló beszolgáltató. Én meg azt hiszem, hogy te ezt folytatni fogod. Köszönöm szépen, hogy itt jártál nálunk. Köszönöm.